kedves gyülekezet! Tisztelettel köszöntöm a megjelent egyházak vezetőit, dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek urat, Steinbach József református püspök urat, az ökumenikus tanács elnökét, Gáncs Péter evangélikus elnök püspök urat, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök urat, Papi János baptista egyház elnök urat, Pataki Albert pünkösdi egyház elnök urat, dr. Khaled László metodista lelkész urat, Magyar Márius román ortodox esperes urat, Kalota József ortodox érseki vikárius urat, dr. Frank Hegedűs anglikán káplán urat, dr. Huszál Pál református főgondnok urat, Prőle Gergely evangélikus országos felügyelő urat, Tar Zoltán református zsinati tanácsos urat, dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész urat, amely öt fő titkárát. Tisztelettel köszönöm továbbá Magyarország kormánya képviseletében megjelent Mikola István államtitkár urat, Szibere Károly államtitkár urat, Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár urat. Tisztelettel köszöntöm természetesen és nagy szeretettel az itt megjelent kedves testvéreket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk, az Úr áldja meg. Az imaheti anyagot összeállító brazil testvérek azt kérték, hogy idén a liturgiában résztvevő egyházak, gyülekezetek készítsenek mécsesekkel, virágokkal ösvényt a templom középső hajójában, mely a gyülekezet elé vezet. Az út központjában legyen egy nagy tál és több vizes kancsó. Ezek a vizes kancsók lehetnek egymástól különbözők, a gyülekezet sokszínűségét szimbolizálva. Az ünnep szolgálattevői ezen az ösvényen vonulnak be, a nagy tál mellett elhaladva minden résztvevő egyház képviselője az egyik vizes kancsóból lassan kiönti a vizet a nagy tálba. Ez a különböző kancsókból oda került víz szimbolizálja a már meglevő egységünket, amely tökéletlen és rejtve van szemünk elől. Imádkozzunk! Mindenható Isten, add lelkünkbe az egység leheletét, amely felismeri sokféleségünket. Adj lelkünkbe toleranciát, amely szeretettel fogadja a másikat, és közösségé formál minket. Add nekünk lelked tüzét, amely egyesíti mindazt, ami részekre szakadt, és meggyógyítja azt, ami beteg. Add kegyelmedet, amely legyőzi a gyűlöletet, és megszabadít minket az erőszaktól. Add az élet leheletét, amely meghátrálásra készteti, és legyőzi a halált. Áldott legyen a kegyelem Istene, aki Atya, Fiú, Szentlélek, és aki mindent újjá tud teremteni. Amen. Fogadjuk Isten kegyelmét alázatosan, Isten gyermekeiként, egymás testvéreiként, és válaszoljunk Isten hívására azzal, hogy megújítjuk kapcsolatainkat. Kegyelmes Isten, a te lelked lebegett a vizek felett, ahol a sokféleség kisarjadzott és kivirágzott. Megvalljuk, hogy nehezen éljük meg meglévő különbözőségeinket,
Bocsáss meg gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket, amelyekkel megsértettük a tiszteletet és szeretetet egymás iránt. Urunk, könyörülj rajtunk! Irgalmas Krisztus, a gyülekezet a hallgatók és tanítók öröme. Te a remény új látását adod nekünk, és meggyógyítod lelkünk és testünk sebeit. Megvalljuk, hogy elmulasztottuk a miénktől eltérő véleményeket meghallgatni, nem voltunk képesek gyógyulást és reményt hozó szavakat mondani, és újra meg újra elhanyagoltuk azokat, akik szolidaritásért és testvériességért kiáltanak. Urunk, könyörülj rajtunk! Irgalmas Istenünk! Te vagy az egész teremtett világ létének forrása, az örök és életadó ige. Megvalljuk, hogy nem hallgattunk a teremtett világ sóhajtásaira és kiáltásaira, amikor felszabadításért és megújulásért könyörgött. Segíts, hogy együtt haladjunk az úton és meghalljuk a te hangodat minden szenvedő élőlényben, amely gyógyulásért és gondoskodásért esedezik. Istenünk, kegyelem és irgalom forrása, árasz reánk megbocsátásodat, legyen szereteted élővizek forrása bennünk, hogy helyreállíthassuk néped erejét. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten igét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 42. Zsoltárt, az első verstől a fejezet végéig, a 12. versig. Az éneklő mesternek, kórafiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez,
mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt. Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened. Mikor ezekről emlékezem, megkeseredtem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én őnéki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggedt bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény, örvényt hív elő zuhatagjait hangjára. Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem, de nappal kiküldte kegyelmét az Úr. Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek az én kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondva nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. János evangéliumából, a 4. fejezetből Isten ígéje. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szólt hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram! Merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta.
jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Isten igéje legyen áldott. Amen.
Krisztusban, kedves testvérek, a szamáriai asszony története, amit az imént hallottunk, két síkon játszódik párhuzamosan. Egyrészt egy reális történés sorral állunk szemben. Jézus megy Jeruzsálemből Galileába, és nem a Jordán menti forróságtól nehéz utat választja, hanem, mint annak idején a legtöbben, Szamárián keresztül a hegyek között megy Galileába. Ezen az úton közismert volt az a hely, amelyet Jákob kútjának neveztek. Ma is nagyon könnyű azonosítani. A régészek feltárták, ismerjük a helyet. Ezt a kutat Krisztus előtt körülbelül 1000-től Krisztus után 500-ig használták. Nem sok kút volt arra felé. Krisztus megáll a kútnál, és a szamáriai asszonnyal beszédbe elegyedik. Nem véletlen a történetben, hogy az asszony megütközéssel fogadja ezt. Miért? Volt a törvényben olyan előírás, hogy férfinak nem szabad egy asszonyt megszólítani, vagy pláne egy rabbinak nem szabad ezt megtenni? Ilyen előírásról Jézus korából nem tudunk. De az biztos, hogy nagyon illetlen dolognak számított, később tiltották is. Szamaritánus asszonyt megszólítani pedig megint csak későbbről maradtak az emlékeink, körülbelül 100 évvel későbbről, tisztátalanná tevő dolog volt, a zsidók ugyanis vallási értelemben tisztátalannak minősítették a szamaritánusokat. És Jézus, a Jeruzsálemből jövő vándor, a kortársak szemében a rabbi, megszólítja a szamáriai asszonyt. Nem csak megszólítja, hanem inni kér tőle. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ellenséges viszonyban lévő emberek között a közeledésnek az első lépése lehet, ha valamilyen segítséget, szívességet kérünk a másiktól. Talán első pillanatban el is csodálkozik majd rajta, hogy ez hozzám mer fordulni egy ilyen kéréssel. Talán mégsem vagyunk olyan rosszban. És az asszony készségesnek mutatkozik, hogy vizet adjon neki. De aztán tovább folyik a beszélgetés, és Jézus kezdi lassan elárulni magát. Lépésről lépésre. Beszél a vízről, beszél arról, hogy ő tud vizet adni, örök életre szökellő vizet. Az asszony fokozatosan érti meg. Először fizikai valóságában gondolja, honnan meríthetne Jézus vizet, amikor mély a kút, edénye pedig nincsen. Később azonban lassan ráébred, hogy itt másféle vízről van szó. Aki ebből iszik, nem szomjazik. A külsőből kiindulva megérzi a lelki valóságot. Nem fizikai értelemben vett italról van itt szó, hanem valami többről. Talán arról, ami az ember belső életéhez szükséges. Talán arról, amit üdvösségnek nevezhetünk. Az evangélium további részében majd azt halljuk, hogy az asszony elkezd gondolkodni a saját életéről. Szól a férjéről, Jézus pedig azt mondja majd neki, 5 férjed volt, de aki most van, az sem igazi férjed. Két vonalon fut hát az elbeszélés. Kútról és vízivásról van szó a felszínen, kegyelemről és üdvösségről a mélyben. Fokozatosan bontakozik ki, hogy Jézus nem csak próféta, hiszen ez hangzik, ez először, hogy próféta vagy látom, hanem ő a messiás. Nem csak egyetlen nép szabadítója, hanem az egész világ üdvözítője, mindenkié, aki bizalommal fordul hozzá. Isten irgalma éppen azért megrendítő, mert nem elfelejti, nem igazolja, nem mentegeti az emberi bűnt,
nem elmossa a különbséget jó és rossz között, hanem megbocsát a bűnösnek. Erőt ad neki, hogy megváltoztassa, megjavítsa az életét, és így boldog lehessen. Ha nem volna különbség a jó és a rossz között, akkor nem is lenne helye a megrendítő és szabadító isteni irgalomnak. A keresztények egységéért imádkozva jussunk el Krisztus titkának felismeréséhez. Igazítsuk életünket egyénileg és közösségileg is az ő akarata szerint. Kérjük és fogadjuk be azt az üdvösséget, amelyet ő hoz a világnak. Ha mi keresztények Krisztus személyében összetalálkozunk, akkor lehetünk igazán hatékony jellé az egész világ előtt. Ezt kérjük a mindenható Istentől a most következő imahét során. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az idei ökumenikus ima 8. kezdő napján az Ószövetségi igerész a 42. Zsoltárból hangzott felénk. A zsoltáros távol van a szent hajléktól, és vágyódik az Isten közelsége után. A 42. Zsoltárnak ez a meghatározó motívuma. Vágyódás az Isten után, az élő Isten után, aki teremtett, megtart és Jézus Krisztusban megváltott bennünket, mi ezt bátran hozzátehetjük. Vágyódás az élő Isten után,
a templom után, ami akkor a jeruzsálemi templomot jelentette, s vágyódás a gyülekezet után, Isten népének közössége után. De messze van, távol van a szent hajléktól, valahol a Hermón hegyének közelében, az ígéret földjének határán túl, nem tudjuk milyen okból, talán fogságban van, és vágyódása határtalan. Egy gyönyörűséges, jól ismert képet alkalmaz a zsoltáros e vágyódás kifejezésére, mint a szarvas, amikor a száraz időszakban lejön a hegyek közül, és nem talál más, csak sziklát, követ és homokot, és szomjazik. Ez a zsoltár tükröt tart elénk. Mi is, mint a vágyódó zsoltáros, sokféleképpen szomjazunk. Sokféleképpen szomjazunk, de talán kimondhatjuk, hogy bizonyos tekintetben rosszabb helyzetben vagyunk, mint a zsoltáros, mert a zsoltáros tudta, hogy ki után vágyakozik, az élő Isten után, aki oltja az ember szomjúságát. Ma már nagyon sokan ezt is elfelejtettük, sokféleképpen szomjazunk, és úgy próbáljuk a szomjunkat oltani, hogy tengervizet iszunk, és még szomjasabbak leszünk, halálosan szomjasak. A 42. zsoltár fő motívuma tehát ez a vágyakozás. Isten közelsége, Isten jelenléte után, de mivel ez a vágyakozás úgy tűnik egy ideig, a távolban kielégítetlen marad, ezért ebből következik a 42. zsoltár második nagy motívuma, csüggedés. Ha figyelmesen hallgattuk a szent leckét, a zsoltáros olyan őszintén kitárja a szívét az Isten előtt, hogy mennyire elcsüggett ebben a szomjúságában, hogy sír, kesereg éjjel és nappal, és felidézi a múlt szép emlékeit, amikor ő vezette a zarándokokat a jeruzsálemi templomba, és újjongva és énekelve mentek a templomba, és átélték az Istennel és egymással való közösség gyönyörűségét. Hol van ez ma már? Aktualizálom. Visszaemlékezem szülőfalum templomára. 60-as, 70-es évek, a múlt rendszer, és mégis a gyökereket nem lehetett kiirtani, meghúzták a harangot, és jöttek az emberek, és tele volt a templom. A múlt szépsége, a múlt emlékezete, miközben a zsoltáros azt éli át a jelenben, hogy sokan gúnyolják, hogy hol van a te Istened. Milyen aktuális ez a zsoltár ma is. Hol van a te Istened? Vagy nem kérdés az Isten ügy, vagy olyan sokféleképpen kérdés, hogy az már zavart és káoszt okoz. Önkritikusan magunk felé, protestánsok felé is fogalmazom meg ezt a problémát. Olyan sokféleképpen tematizáljuk az Isten ügyet, vagy rajongóan, vagy fundamentalistán szigorúan, vagy gyökértelenül, vagy a kívülvalókra tekintve, gúnyolódva, mindez elcsüggeszti a zsoltárost. Vágyódás az Isten közelsége felé, miközben átéli a jelent, átéli, hogy milyen halálos szomjúságot okoz
az Istentől való távolság elcsügged, de a Zsoltár mégis bíztatással zárul. Háromszor ismétlődik meg ez a refrén, és igazából ide szerettem volna megérkezni, hogy félre minden hamis vágyódással, és félre minden csüggedéssel vigyük magunkkal a 42. Zsoltár biztatását. Ne háborogj én lelkem, bízzál az Úrban, és hálát adsz még az ő szabadításáért. Kedves testvéreim, ez az evangélium, ebben vagyunk egyek. Ez bizatott ránk, és ma ez küldetés, tanúskodni az evangéliumról, az örömhírről, hogy minden hamis vágyak és jogosnak tűnő csüggedések ellenében van megoldás, van szabadítás, van öröm, van reménység Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Legyen bátorságunk, erőnk, bölcsességünk, örömünk, hiteles életünk ezt továbbadni. Ne háborogj, ne csüggedj, bízzál az élő Istenben, adj hálát az ő szabadításáért, amit ő Jézus Krisztusban megadott nekünk, élő vízzel ajándékozott meg, oltva mi mindenféle szomjúságunkat, az örök élet és az üdvösség ajándékával. Erre vár ez a világ, erre vár Európa, Jézus Krisztus örömhírére, az örök élet, az üdvösség evangéliumára. Ne legyünk restek továbbadni a ránk bízott élő vizet, úgy legyen, amen. Kedves testvéreim, amikor megvalljuk a mi hitünket, imádságos szeretettel gondoljunk azokra a testvéreinkre, akik hitükért üldözést szenvednek. Azokra a százezrekre, akiknek nincs más bűnük, mint hitük, és ezért el kell hagyni otthonaikat. Azokra az ezrekre, akik hitükért mártír halált is készek halni. És egyetlen bűnük a hitük. Testvéreim, vizsgáljuk meg szívünket, életünket. Milyen mély a mi hitünk? Akár a mártíromságra is kész. Álljunk föl, testvérek, és azt kérném az ünneplő gyülekezettől, hogy egy csendes percben mondjunk el egy fohászt azokért a testvéreinkért, akik táborokban vannak, otthonaiktól távol, azokért, akik elveszítették gyermeküket csak azért, mert keresztények, akik gyászolnak, és mondjunk egy fohászt magunkért is, hogy Isten tegye erőssé és hitelessé tanúságtevője a mi hitünket. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hozzunk.
velünk együtt érző örökkévaló Isten, egyénekként és közösségként fordulunk most hozzád világosságért, hogy jobban el tudjuk egymást fogadni, egymás felé megértőbbek legyünk, és csökkenteni tudjuk a világ szenvedését. Hallgass meg minket, szeretett Istene, hallgass meg kiáltásunkat. Velünk együtt érző örökkévaló Isten, értesd meg gyermekeiddel, hogy a jótékonyság, a vendégszeretet és az egység, a te gondoskodó szereteted jele az emberiség számára. Hallgass meg minket, szeretett Istene, hallgass meg kiáltásunkat. Velünk együtt érző örökkévaló Isten, könyörgünk, adj nekünk békét, taníts és vezess, hogy egy türelmes és békés világot építhessünk fel. Hallgass meg minket, szeretett Istene, hallgass meg kiáltásunkat. Velünk együtt érző örökkévaló Isten, aki a teremtett világon át, majd a próféták által, s végül fiad Jézus Krisztus által szóltál hozzánk, adj bölcsességet, hogy hallgassunk szavadra, mely különbözőségeink ellenére is egységre hív minket. Hallgass meg minket, szeretett Istene, hallgass meg kiáltásunkat. Velünk együtt érző örökkévaló Isten, fiad az Úr Jézus Krisztus, ami Urunk nevében kérünk, aki idegenként kért inni a samáriai asszonytól, adj nekünk élő vizet, hogy az örök életünk forrása legyen. Hallgass meg minket, szeretett Istene, hallgass meg kiáltásunkat. Amen. Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust, hogyan imádkozzanak, ő így válaszolt. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A béke jelét adjuk egymásnak. Isten, aki egymás elfogadására tanít minket, és a vendégszeretet gyakorlására hív, adjan nékünk békességét és derűjét, nyugalmát, amint előre haladunk a keresztény egység felé vezető úton, amikor most Krisztus békességével megyünk tovább, nyújtsuk egymásnak a béke jelét.
Menjetek hát a világba a békével, legyetek bátor szívűek, ragaszkodjatok a jóhoz, gonoszért gonoszál ne fizesetek, biztassátok a botártalant, károljatok fel a gyengét, segítsétek a szenvedőt, becsüljetek mindeneket, szeressétek és szolgáljatok az Úrat, örvendezve a Szentlélek erejében, és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és legyen és maradjon köztetek mindenkor. Amen. Az Úr áldása és irgalma szájorjátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most is, mindenkor és mindörökkön, örökké. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Thank you.